Sziasztok! Hát, ahogy látjátok itt előttünk, nagy készültségben vagyunk, sütni fogunk ugyanis valamit, nem túl bonyolult dolgot sütünk, de olyasmit, ami Molly abszolút kedvence, ez pedig a palacsinta. Úgy van, palacsintát fogunk sütni Molly kedvéért, ő fogja ugyanis ezeket megenni. De nem a hagyományos változatot választottuk most, mert ugye egy sima palacsintát sütni, azt tulajdonképpen mindenki tud. Az nem egy nagy ördöngösség. Az amerikai változatot is nagyon szeretjük. Tudjátok, amikor olyan párnácskákat sütünk, tehát nem ezt a lapos kis vékonyat, mint Magyarországon, hanem azokat a kis párnákat. De most tovább fejlesztjük, még egy szinttel feljebb megyünk, és amit most sütünk, az... a japán habos palacsinta. Úgy van. Hát ez nagyon érdekes, mert nem próbáltuk még ki. Ez most megint egy olyan kísérlet lesz, amit itt a ti szemetek előtt fogunk először kipróbálni. De nem ez az első próbálkozásom a palacsintával, nézzétek csak! Atya úristen! Nagyon ragaszkodik. Aha! Hát lemaradunk itt a csodálatos pillanatokról. És megfordítottad. Ez az! Ez na, az! Tessék. Hát így csinálja egy igazi profi. Oké. Okay. És tökéletes! Oda nézzenek! Hát ezt így kell csinálni. Most vissza. Sutty! Gyönyörű. Na jó, hát szóval a hozzávalók, mutatjuk, hogy mik. Ugyanazok igazából, mint ami kell egy normál palacsintához, csak egy picit máshogy fogjuk őket összeállítani, és lesz benne egy picike kis csavar. Na tehát kell hozzá liszt, tej, tojássárgája, cukor, a tojásfehérje külön, egy kis olaj, egy kis ecet, és egy kis vaníliaaroma. Nem lesz ecet íze egyébként, állítólag, mert amíg még nem próbáltuk. Szóval nem lesz ecet íze, az ecet azért kell, hogy keményebbre lehessen verni a tojásfehérjét, hogy ne kelljen bele olyan sok cukor, mert ha picit több cukrot teszünk a fehérjébe, akkor keményebb lesz a hab, csak hát akkor több lesz benne a cukor értelemszerűen, amit mi nem szeretnénk, így aztán egy kis ecetet teszünk bele. Ezt viszont én szeretném elkészíteni, mert nagyon szeretném megtanulni, hogy hogyan kell. Na hát akkor hajrá! Készen van a konyha, oda visszük az alapanyagokat, és készülhet a habos japán palacsinta. Hát íme mindent előkészítettünk itt a konyhaasztalon. Dolgozhatnánk ezzel a mixerrel is, de most nem azt használjuk, hanem a kézit, mert azzal itt jobban boldogulunk. Na szívem, akkor a tojássárgáját, kettőt ugye a tejjel együtt tedd bele ebbe a nagy tálba. Oké. Okay. Most jöhet bele a növényi olaj, és kérlek keverd össze az egészet. Oké. Okay. Mehet bele egy kis vanília aroma, és azzal egy picit tovább keverjük. Most addig kevergetjük, amíg finom habos lesz ez a kis keverék. Előkészítettük ugye a lisztet, ezt most beleszitáljuk ebbe a kis keverékbe. Most egyelőre megvagyunk a tojássárgályás keverékkel, ezt félreteheted szívem, és jön a tojás fehérje. Most azt fogjuk külön felverni. Most beletesszük az ecetet, nyugodtan öntsd bele. A cukrot, amit ide készítettünk, azt pedig majd apránként, amikor verjük a habot, közben adjuk hozzá. Thank you.
Szerintem így most már jó lesz. Így szerintem is jó lesz. Nagyon szép, gyönyörű. Na most akkor összedolgozzuk a két tésztát gyakorlatilag. Fontos, hogy először csak egy kanállal tegyünk bele a fehérjéből, és azt akár gyorsabb mozdulatokkal is összekeverhetjük a sárgályás keverékkel. Ez egy kicsit fellazítja ezt a sárgályás tésztát. Nagyon szép. Na és most, hogy fellazítottuk, most mehet bele az összes hab, és szépen óvatosan beleforgatjuk gyakorlatilag a széléről a közepe felé haladva a habot ebbe a sárgályás keverékbe. Most beletöltjük a mi kis palacsinta tésztánkat egy ilyen nyomózsákba, ebből lehet majd szépen adagolni a serpenyőbe. Először forrósítsuk fel a serpenyőt, és csak utána adjunk hozzá egy kis olajat. Ne álljon a serpenyőben az olaj, inkább csak töröljük körbe vele a serpenyőt, hogy olajos legyen egy picit, de ne álljon benne a sok olaj. És most jöhet bele a palacsinta tészta. Ezen a ponton fedjük le a serpenyőt, nagyon fontos, hogy ne csak az alja süljön meg, hanem megfőjön gyakorlatilag az egész hab. Az eredeti recept azt írta, hogy 3-4 percig süssük, hát ne süssük addig, mert egy picit megpirultak. Azért látszik, hogy ilyen kis habos, tök jó, de nem szabad, szerintem 2 percnél nézzük meg. És itt az első fecske nagyon szép, és látszik, hogy habos. Na, próbáljuk a következőt. Oda néz, Molly, de gyönyörű! Atya úristen! Ez csodaszép. Hát itt van az első gyönyörűség. Nagyon szépen megsült, és tényleg egy ilyen kis párnácska lett belőle. Állati klassz. És tessék, itt van egy gyönyörű kis palacsinta torony. Hát nagyon szép lett. Esküszöm, ez tök finom. Jaj, de jó. Az első ilyen japán palacsinta próbálkozásod már is jól sikerült. Tök jó, habos lett belül? Mm-hmm. Nagyon. Tök jó. Hát kész van az első próbálkozás a japán habos palacsintából. Mi ilyen kis picikéket csináltunk. Lehet találni a neten képeket ilyen egészen nagyokról. Hát mi azt nem mertük bevállalni, mert azért ahhoz nagyon nagy gyakorlat kell, és ebben nekünk nem volt gyakorlatunk, de azért Molly nagyon ügyes volt. Beláthatjuk, hogy így kezdésnek ez tökéletes, ez a kis japán palacsinta, aztán majd szépen apránként lehet ezt tovább fejleszteni, már amennyiben az ember akarja. Minden esetre azt én nagyon nagy örömmel nyugtáztam, hogy Molly szeretne megtanulni főzni, megsütni. Ezért ilyen kis apróbb lépésekkel haladunk, ugye először a palacsinta, mert ez azért könnyebb, és utána majd fejlesztjük ezt a dolgot, meg magasabb szintre emeljük, de én ennek nagyon örülök, igaz? Mm-hmm. És hát most a karantén alatt valami értelmes dologgal kell az embernek elfoglalnia magát, hát a sütés-főzés az bizony az. Na milyen volt, Molly? Örülök neki? Nagyon tetszett, nekem szerintem nagyon jó volt, nekem én nagyon élveztem. Egy dolog nagyon fontos, hogy minden hozzávaló szóba hőmérsékletű legyen, akkor jön jobban fel a hab. Ha ti ügyesebbek vagytok, vagy vállalkozó szelleműbbek, akkor lehet ezt magasabbra is halmozni, ezt a palacsintát, meg lehet még egy picit keményebbre verni a tojás habot, tehát lehet vele kísérletezni, aztán ha nem sikerül, de egyébként meg hogyha egy picikét szétfolyik, akkor is finom lesz, tehát akkor is jó lesz. Mindenesetre mi nagyon élveztük, nagyon jól szórakoztunk, ha gondoljátok, akkor próbáljátok ki. Ja, és egyáltalán nincs esze-tíze. Nem, egyáltalán. Egy teáskanálnál többet, hogy ne tegyetek, mert akkor lesz, de így most nincs. Hát próbáljátok ki.
Köszönjük szépen, hogy öntartottatok! Ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, ha tetszett, és legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!